Jó ütemben haladnak a kivitelezések Szakcson. A bel- és csapadékvízelvezető rendszer fejlesztésére tavaly évvégén nyert pályázati forrást az önkormányzat. Ennek segítségével egy biztonságos esővízelvezető és árokrendszert tudnak kiépíteni, amire nagy szükség van egy hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék esetén. Jelenleg 75%-os készültségi foknál tartunk, ami már elkészült, az a Vörösmarty és Tódi utcát érintő árokburkoló rendszer kialakítása és átereszek megépítése. Jelenleg pedig a folyamatban van a fogadóárok rendezése. Az érintett utcákat övező körülbelül 210 hektár vízgyűjtő területről érkező nagy mennyiségű csapadékvizeket biztonságosan el tudják vezetni a Szakcson kialakított vízvezető árkok, és a vízvezető árkokból pedig a befogadó Folubérki patakba vezessék. A Folubérki patak keresztmetszetéhez részben hozzányúlunk, hiszen a indokolt a szélesítés, a keresztmetszet növelése, és ezen kívül 5 darab gát épül, ami segíti a visszabályozását és elvezetését. A beruházás a tervek szerint október végéig elkészül. Tehát ami még vissza van ebből a topos csapadékvízelvezető beruházásból, az a befogadó Folubérki árok meder rendezése és a készülő műtárgyak befejezése. Az orvosi rendelő épülete is megújul. A kivitelezés már folyamatban van, szintén pályázati támogatásból. A felújítandó épület az több mint 30 éve épült. Szintén a tavalyi évben sikerült megpályáznunk belügyminisztériumi alapban, amit idén nyáron hirdettek eredményt. Hála Istennek, hogy gyorsan tudtunk kivitelezőt találni és szerződést kötni. Így talán az építőiparban jellemző áremelkedést részben tudjuk torzítani vagy elkerülni. Jelenleg a beruházás szintén 70-75%-nál tart, várhatóan szeptember 15-ig készül el. A fő paraméterei külső hőszigetelés, lábazatszigetelés, külső nyílászáró, belső vizesbak felújítás, illetve egy új akadálymentes mosdó építése, új burkolatok és fűtés-korszerűsítés. Az épületben működik a védőnői tanácsadó is, melyet új bútorokkal fognak berendezni.